46 perc van, és nem fér bele mindaz a mondandó, amit szerettem volna kérlek szépen mondani. András, nem tudom, mit szólsz ehhez. Egy perces kaját dobjál össze, nem lehet kihívás. Valamikor gyorsan kaját. Megéhezik az ember, zsíros nincs ideje kenyér, főzőcskézni. Zsíros kenyér, ez mit szólsz? Hát jó, de milyen zsír? A bolti zsírok jók? Vagy mindenképpen igen, jók a bolti zsírok, ahhoz kell, igen, nagyon jó kérdés. A bolti zsírok közül van az a kocka, ami lényegében használhatatlan sütéshez is, meg minden máshoz is. Tessék arra figyelni, hogy sült zsírt, ne csak egy ilyen szűrőn áttolt szalonnából készült valamit használjunk, mert az nem jó. Tehát sütésből származó. Aztán fontosságú a jó zsíros kenyérhez a jó kenyér, amiből szerencsére azért itt-ott már igen. lehet kapni a városban. Sőt, ugye a karantén alatt sokan kiképezték magukat profi kenyérsütő kisiparossá, úgyhogy az is megvan. És a jó őrölt piros paprikáról ne feledkezzünk az nagyon meg. Fontos, én azt ajánlom, hogy Bátya környékén, vagy pedig Cece környékén érdemes beszerezni. Nagyon sok termelő van ott, és nagyon klasszak ezek. És végül a jó hagyma. Egy salotthagymát szeretnék erre a célra javasolni. Salotta hagymát. Igen, de az az igazság, hogy a hagymákban is csalatkoztam, néha tucat szám eszem meg anélkül, hogy egy kicsit is megkönnyeztetne. Azért mondom, ezek ez a salottak valamit jelent. Sokkal jobbak. Vagy hogyha valaki jobban meg szeretne könnyezni, akkor azokat a részeket keresse az új hagymáknál, ahol a fehérből zöldre vált, és azok nagyon klasszak. No, hát akkor hát ennyit szerettem tenni volna. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát ez egy ilyen, nem volt NOPQ azért, de majd legközelebb akkor beszélünk arról a témáról, amit betárasztam már. A szerencsére megszólaló nem volt hozzá. Úgyhogy én nagyon jó pihenést kívánok neked, András, a mai nap további részében. Mi többiek András, dolgozni fogunk, úgyhogy ja, hát jó, akkor a Facebook oldalunkon tartsd a kapcsolatot a kedves vendégekkel. Köszönjük szépen a figyelmet, neked pedig a kitartást. Köszi a türelmedet, Endre, és neked is a munkabírásodat szeretném megköszönni. Úgyhogy én is csatlakozom hozzád, és mindenkinek tartalmas napot kívánok. Sziasztok!